Én most azt találtam ki, hogy két külön erősítőt fogok vezérelni. A gitár jelét két külön erősítőre küldtem el. Ezt úgy tettem meg, hogy bekötöttem a pedálokat a lupokba, de hagytam szabadon két lupot, egyik lupot a egyik erősítőnek, másik lupot a másik erősítőnek. Tehát mintha egy AB kapcsoló lenne. És ezáltal programba be tudom írni azt, hogy melyik erősítő szóljon éppen. Ha ezt a programot megnyomom, akkor ez szól itt mellettem. Ha ezt megnyomom, akkor meg a másik szól. Ha ezt megnyomom, akkor mind a kettő szól. Tehát egyfajta AB kapcsolóként is működik a lupok, a kijáratok. Tehát két lupot elhasználtam erre, hogy a két erősítőhöz elküldtem a jeleket. A maradék négy lupba, maradék négy helyre pedig bekötöttem egy kompresszor pedált, egy busztoláshoz egy ilyen kis tyúkszkrémelszerű valamit. Betettem egy G-Lab kórus pedálkát, és a negyedik lupba pedig egy zengedőt és egy delay sorba kötve tettem be. Ezáltal most gyakorlatilag, ha jól számolom, hatféle beállítást mentettem el. Az elsőre tettem egy ilyen boostolt szóló hangszint, ami annyiból áll, hogy a JMD erősítő van megcsinálva egy sound, ez így szól. Itt minden a JMD-ből megy, minden az összes effekt, az összes előfok, minden ott van beállítva. De, hogyha ehhez akarok egy kis busztolást rakni, akkor egyes programmal lépek, és akkor bekapcsolódik a Tube Screamerem. Hát hallható, hogy itt most ebbe a programba gyakorlatilag egyik pedált kapcsoltam be. A következő programot azt úgy írtam meg, hogy csak ideje kerüljön a jel, és itt itt ennek az erősítőnek két csatornája van. Van egy torzítós csatorna, meg van egy tiszta csatorna. Itt most a torzítós csatornára lépek rá. Akkor itt megjelenik ugye a jel. Itt be van állítva a sound, be van ez a torzulat állítva, ezen a csatornán ez szólít éppen, de most semmi effekt nincs betéve. Viszont, hogyha azt akarom, hogy ez az erősítő ez nem midis, ennek csak egy switch bejárata van, tehát ezt csak kapcsolóval lehet kapcsolgatni az erősítőt, de azt akarom, hogy a tiszta gitárhang szóljon, akkor mondjuk rálépek ide, átkapcsolt az erősítőnek a csatornáját is, és akkor a tiszta csatorna szól belőle. Ez a hármas program. És ráadásul ide be van téve a G-Labből a delay, meg a zengető pedál is.